milyen volt ez a verseny számotokra? Hát felemelő is, meg tanulságos is, mivel magunkhoz képest szerintem a... Hát nem akarok túlozni, de azért egy nagyon magabiztos eredmény ez, de van mind dolgozni, az 100%. Hát én nagyon fiatalunk vagyunk, meg kell szoktunk ezt a mezőnyt. Szerintem így elsőre ez egy viszonylag korrekt eredmény. Én teljes mértékben elégedett vagyok vele. Van olyan versenyszám, amire azt mondjátok, hogy jobban is sikerülhetett volna? Mindenképp. Szerintem mindkettőnk számára a vívás. Nekem a futásban szerintem még azért maradt 1-2 másodperc, de azért eléggé magabiztosó ez a... És az a versenyszám, ami jobban sikerült, mint ahogy terveztétek? Hát a lovaglásban és a kombiban is elég jól tudtuk hozni a formánkat. Úgyhogy szerintem ott nem sok maradt benne, talán az első lövészetünk mindkettőnknek egy kicsit döcögősebbre sikerült, de igen, főleg a vívásunkon kell még sokat javítani. Volt izgalom a hazai közönség miatt? Hát főleg a lövészetnél azt azért még meg kell tanulni helyén kezelni, mert amikor a közönség lényegében szinkronban veszi velünk a levegőt két emelés között, az nem egy ilyen könnyű helyzet, vagy igen, elég új, de a fizikai számoknál meg a többinél szerintem nagyon jó hatással voltak ránk. Lövészetnél lehetett egyáltalán hallani a közönség hangját, hogy szurkol nektek? Hát amikor beérkeztünk a lőállásba, már akkor is lehetett érezni, hogy lecsöndesedett minden, de amikor kijöttünk, hát akkor teljes mértékben lehetett hallani, hogy azért sok száz ember van mögöttünk. Ebbé bronzérmesként érkeztetek a világbajnokságra, így nem hiszem, hogy nagyon elégedettek vagytok ezzel a helyezésen. Valóban nem vagyunk elégedettek. A vívás nem sikerült túlzottan jól, ez rányomta a bélyegét az egész napunkra. Utána a többi számban küzdöttünk, amit tudtunk, kihoztunk magunkból, és ez most erre volt elég. Miért nem sikerült jól a vívás? Itt az imént is elmondtam, én úgy gondolom, hogy egy kicsit túlbecsültük talán. Ez nem is kifogás, hanem ezt így éreztem már belül is, és így utólag elgondolkoztam, és egy kicsit talán felfoghattuk volna könnyedébben ezt az egészet, és játékosabban. Úgyhogy szerintem így gondolom, hogy szerintem ez rányomta egy kicsit a bélyegét a vívó teljesítményünkre. Benne volt ez az EB bronzérem, hogy nyomást éreztetek magatokon, hogy tőletek várja a közönség? Végülis augusztus elején volt az Európa-bajnokság, most is az érmet? Szerintem valamilyen szinten várta a közönség is, meg én azt mondom, hogy titkon mi is reménykedtünk egy éremben, ha nem is mondtuk ki, de az EB szereplésünk után, ha tényleg egy jó teljesítményt itt hazai környezetben ki tudtunk volna hozni, akár meg lehetett volna a dobogó is. Itt előttetek a fiúk arról beszéltek, hogy amikor van a lövés, azt még kezelni, meg kell tanulni kezelni, hogy a hazai közönség hangját hallják. Titeket ez mennyire zavart, vagy mennyire pörgetett fel? Igazából én ilyenkor kiszoktam zárni így a lövészetnél, leginkább ott egyáltalán nem is hallok, nem figyelek semmire, csak a saját táblámra és a célgömbömre. Nekem inkább futásnál motiváló a közönség, és akkor tud pluszt adni.